Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelték minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és ember ismeret fejlesztő képzésén vagyunk. Én Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyász voltam, mára viszont a PPH tanulói csoportszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falváról érkeztem párommal. Én azért kezdtem itt a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert éreztem, hogy valami másra van szükségem, mint amit addig tanultam. Hogy valami még hiányzik, amivel sokkal jobb dolgokat lehet tenni. Rám talált a PPH több mint 5 évvel ezelőtt, és nagyon hálás vagyok, hogy ide kerülhettem. Ide vezérelt a teremtőnk. Szedlacsik Miklós egy olyan komplex rendszert tanít, ami valóban minden életterületen segít. Ezt megtapasztaltam a saját életemben és a csapattagok életében is. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzésein tanultak. Az életemben sokkal jobb élethelyzeteket tudtam tenni, sokkal jobban tudtam bánni önmagammal, a családommal. Nagyon sok embernek szeretnék valódi segítséget és megoldást adni ezzel a tudással. Nem láttam önmagamat sem reálisan, és amíg az ember önmagát rendben nem teszi, nem tud segíteni senkinek. Az itteni tudással nincs olyan probléma vagy élethelyzet, amit ne lehetne nagyon jól és nagyon gyorsan megoldani. Akik élőben hallgatják Szedlacsik Miklóst, megtapasztalták, hogy a gondolatban feltett kérdésekre is választ kapnak. Mesterünk több médiumi képességgel is rendelkezik. Sok év alatt nem fordult elő egyszer sem, hogy a válasz ne lett volna helyes, és ne segített volna az adott problémán vagy élethelyzeten. Szedlacsik Miklós értünk él, az emberiségért, általa megkapjuk azt a különleges tudást, amivel alkalmassá válunk egy új korszak létrehozására, amiért leszülettünk. Hát egy pár szót én is szeretnék mondani magamról. Eredeti foglalkozásom mezőgazdasági gépész, még jelenleg szivattyúgépészként dolgozom, de egyre jobban tendálódok a PPH tanuló csapat szervezésre. Rákóczi falváról érkeztünk párommal, családi helyzeten párkapcsolatban élünk. Hát én is természetgyógyászattal kezdtem szüleim révén, de valahogy mindig benne volt az a kétel, hogy nem elég csak gyógyítani az embereket. Valami olyan tudást kell adni nekik, hogy tudják az életüket helyesen kezelni, és megfelelően bánni saját magukkal. Ezt a tudást találtam itt meg a PPH-nál, és itt találtam meg Szedlacsik Miklós személyében azt a hiteles tanítómestert, amire mindig vágytam és kerestem. Ő általa és a közösség által annyira megváltozott az életem, hogy tulajdonképpen szinte azt tudnám mondani, hogy teljesen. Volt egy olyan időszak az életemben, felelősségem halála után, mikor teljesen, szinte tönkrement, és itt ez a lehetőség adott, és ez adott lesz nektek is, bármikor gyertek hozzánk, és tanuljatok nálunk. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő
az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt vagyunk. Hogy tetszik a jelenlegi világ? Nagyon jó. Szuper? Nem, nem szuper? És mi várható? A jövőben. Tehát ugye én régóta foglalkozok üzleti tevékenységgel, és ugye régóta foglalkozok emberekkel is. Hát ugye ez most már hány éve? 87-től. Ez hány éve? 35. Hát most már 35, igen. Tehát most volt januárban 35 éve. Illetve azt nem tudom pontosan, hogy 35 év mikor volt, de a 91-es, amikor elkezdtem emberek szervezését, az januárban volt, az biztos. Na szóval a lényeg az, hogy ugye régóta foglalkozok emberekkel, és ugye régóta foglalkozok azzal is, hogy mi lesz a jövőben, tehát mi várható. És hát ugye mivel pénzügyi területtel foglalkoztam, ezért a gazdasági dolgok azok nem estek tőlem távol, ugye azóta sem, illetve nem esnek tőlem távol azóta sem. És ugye azok a jövendőlések ugye a gazdasági területtel kapcsolatban, amiket megjövendöltem a múltban, mondjuk a 90-es években, tehát akkor csináltam egy jövendőlést, hogy mi lesz, mit tudom én. Valamikor az bejött. Na most, de hát miért? Mert én mindig szerettem a számokat, és mivel olyan területtel foglalkoztam, amiben közrejátszik a demográfia, tehát az, hogy milyen a lakosság életaránya, tehát az élettartam szempontjából, tehát ugye milyen a születések száma, az idősek generációja, ezért ugye hát ez olyan nagy tudomány nem kellett, pluszban azon kívül, hogy ugye ezzel foglalkoztam. És ugye nem tudom mennyire tudjátok, hogy egy olyan világban élünk, ahol volt két világháború, és nagyon érdekes módon ugye mind a két világháború követően volt egy népességrobbanás időszaka. Tehát ami azt jelenti, hogy az első világháború után volt egy népességrobbanás időszak, az volt a nagyobbik népességrobbanás időszak. Tehát hogyha visszanézed azt a korosztályt, aki a két világháború között született, ott ilyen 6-8 gyerekek voltak Magyarországon. Előtte nem voltak ilyen. Tehát például azok, akik, például az én nagyapáim, azok az 1800-as években születtek, de nekik nem volt 6-8 testvérük. De ők csináltak 6-8 gyereket. Mert ugye ők már a második világháború, vagy az első világháború és a második világháború közötti időszakban idézőjelben gyártották a gyereket, illetve a gyerekeket. És
Lényeg az, hogy az első világháború után normál népességnövekedés volt, majd lett egy népességrobbanás nemzedéke, amikor nagyon sok gyerek született a két világháború között, majd a második világháborút követően ismét lett egy népességrobbanás nemzedéke, de már nem ilyen 6-8 gyerekekkel, hanem 4-5 gyerekekkel jellemzően. Majd utána megint visszaállt normál növekedésbe a társadalom. Na most ennek, ugye, ha ezt az ember figyelembe veszi, ugye következményei vannak. Ami azt jelenti, hogy azok, akik a két világháború között születtek, ugye azok már idősek. És olyan nagyon nagy gond nem volt az ő eltartásuk, mert a második világháborút követő népességrobbanás nemzedéke még el tudta őket tartani. De azóta, a 60-as évek óta nem volt népességrobbanás nemzedéke, tehát a 60-as évek óta leállt az ilyen nagyszámú gyerekszületés, legalább itt a nyugati társadalomban. Nyilván most nem Kínáról beszélünk, mert nem Kínában élünk, nem Indiáról beszélünk, mert nem Indiában élünk, hanem itt élünk ugye zömében, akik itt tanulnak Európában, és ugye mi ránk ez így vonatkozik, hogy azok az emberek, akik a második világháborút követően a 60-as, tehát 1950-es évek végéig születtek, azok sokkal többen születtek, tehát sokkal több gyerek volt akkor, mint azóta bármikor. Sőt, ugye lehetne mondani, hogy a gyerekek születésének a száma az folyamatosan csökken a 80-as évektől. Tehát a 80-as évektől. Tehát ami azt jelenti, hogy a 80-as éves generációja az még kisebb lélekszámú, mint mondjuk a 60-as évek generációja, a 60-as, 70-es évek generációja volt, de nem is beszélve ugye a 40-50-es évek generációját ugye nézve. Tehát lényeg az, hogy ennek kapcsán ugye ez azt jelenti, hogy van egy olyan fajta működés, hogy a második világháborútól elindult az, hogy a nyugdíjt, tehát nyugdíjt folyósítanak az emberek számára. De gyakorlatilag már mindenhol régen csak az állami alkalmazottak kaptak nyugdíjat. Tehát például mondjuk valaki a postánál dolgozott, vagy a MÁV-nál dolgozott, akkor kapott nyugdíjat. Más nem nagyon. De az 50-es évektől beindult az, hogy minden területen ugye elkezdtek nyugdíjat fizetni, most már ugye évtizedek óta mindenki, aki bérből és fizetésből vagy vállalkozásból él, annak nyugdíjjárulékot kellett fizetnie, tehát ami azt jelenti, hogy mivel nyugdíjjárulékot fizetnek az emberek évtizedek óta, ezért ugye joggal számítanak nyugdíjra. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha valaki eléri a nyugdíjkorhatárt a mai világban, itt Nyugat-Európában, illetve Európában, Nyugat-Közép-Európában, akkor mindenki kap nyugdíjat kisebb-nagyobb mértékben. Még olyat is láttam, aki elment nyugdíjba mondjuk 15 évvel ezelőtt, úgyhogy ő hivatalosan igazából nem nagyon dolgozott, legalábbis pár évet összvisz, és mert háztartásbeli volt, és mégis kapott nyugdíjat. Tehát mégis. Tehát
Na most ugye ennek van egy problematikája, tehát nem kell hozzá jós tehetségnek lenni ahhoz, hogyha van egy népességrobbanás nemzedéke, és sok gyerek születik, és azok a sok gyerek közül ugye nagyon sok felnőtt lesz, ugye a túlnyomó többség az felnőtt lesz, az azt jelenti, hogy az sok adófizetőt jelent. Sok adó és járulékfizetőt jelent. De ha ez a sok-sok ember kiöregszik és elmegy nyugdíjba, és utána következő generáció az jóval kisebb lélekszámú, akkor ez azt jelenti, hogy nyugdíjat úgy lehet fizetni, hogyha a jóval kisebb lélekszámú népesség jóval több adót és járulékot fizet. Vagy hogyha ugye nem akarnak jóval több járulékot és adót fizetni, akkor pedig fel kell venni az államnak hitelt, hogy a nyugdíjakat tudja finanszírozni. És ebbe belefutott az összes második világháborút érintett ország ebbe a problematikába, mert mindenütt, ahol második világháborút megélték, tehát részese volt az az ország a második világháborúnak, ott mindenütt lett egy népességrobbanás nemzedéke, aki bizony már mondhatjuk azt, hogy elment nyugdíjba, vagy mostanában megy el nyugdíjba. Az azt jelenti, hogy a nyugati szférában, beleértve az USA-t, beleértve Japánt, mindenütt jelentkezik az a probléma, hogy jóval kevesebb, számszakilag jóval kevesebb az adó és járulékfizető, mint a nyugdíjas. És ha nagyon egyszerűen számolgatsz, kis matek, hogy mennyi az átlag nyugdíj, és mennyi egy dolgozótól az átlag levonás, akkor rájössz arra, hogy az átlag levonás nem biztos, hogy fedezi az átlag nyugdíjat. Tehát az átlag nyugdíj magasabb, mint az átlag kereset fele. Érted? Mert ma az átlag keresetnek a felét vonják le adóra és járulékra. Érted? De az átlag nyugdíj az több, mint az átlag fizetés fele. Érted? Tehát az átlag fizetésnek a fele az kevesebb, mint az átlag nyugdíj. Érted? Tehát nagyon egyszerű példa, én nettóról beszélek, nem bruttóról, tehát nettóról, a nettó átlagfizetés hát csak nem 200 ezer forint, de a nettó nyugdíj, jó, azt akkor mondhatjuk, hogy nyugdíj, amit az emberek készhez kapnak, az több mint 100 ezer. Egy másik, oké? Másik, hogy a nyugdíjasok száma több, mint a dolgozók száma. Ha valaki azt mondja, hogy a dolgozók száma nyugaton több, mint a nyugdíjasok száma, az hazudik, az megváltoztatja a statisztikát. Érted? Tehát amikor én nyugdíjpénztár elnök voltam a 90-es években, már akkor volt 3,5 millió nyugdíjas Magyarországon. Érted? A 90-es években. És akkor még nem mentek el a népességrobbanás nemzedéke nyugdíjba. Érted? Még akkor a népességrobbanás nemzedékéből senki nem ment nyugdíjba, csak azok, akiket, mit tudom én, ilyen, valamilyen
betegség vagy akármi miatt elküldtek. Érted? És akkor még nem beszélek azokról az emberekről, akik mondjuk hát ilyen különböző rokonnyugdíjban vannak. Oké? Én csak azokról beszélek, akik hivatalosan nyugdíjasok. Na most, hogy lehet nyugdíjat fizetni úgy, hogy a nyugdíj, tehát a nyugdíjasok száma több, mint a dolgozók száma? Egy. Kettő, hogy a nyugdíj magasabb, mint a levont, átlagosan levont járulék és adó. Mondom, átlagosan egy dolgozótól kétszer, még egyszer annyit vonnak le, mint amennyit ő készhez kap. Érted? Tehát a magyarul az ősz megtermelt értékének a felét kapja készhez. Világos ez? És ez nem a bruttó, hanem ezt úgy hívják, hogy bruttó bruttója. Érthető ez? Tehát a bruttódnak is van bruttója, mert a bruttód után még egy csomó pénzt fizet az államnak a munkaadód. Nem a nettód után, a bruttód után. Ugyanis a bruttó és a nettó közti különbséget te fizeted, csak a munkáltató vonja le. És a bruttód fölött még egy csomó pénzt fizet az államnak a munkaadó. Világos ez? Tehát a bruttónak van bruttója. Érthető? És ha a bruttó bruttóját is megnézzük, és hogy te mennyit kapsz készhez, a bruttód bruttójához képest körülbelül felét kapod készhez. Világos ez? És nem úgy van, mint régebben, hogy akinek alacsonyabb a keresete, nagyobb arányban kap pénzt a bruttó bruttójához képest, akinek magasabb a keresete, annak meg ugye nagyobb a levonás. Már nem így van, mert egységes az adózás. Ha sokat keres valaki, ha keveset keres valaki, akkor is a bruttójához a bruttó bruttójához képest körülbelül felét kapja. Tehát egy dolgozók létszáma kevesebb, mint a nyugdíjasok száma, és az a bruttó bruttója és a nettó között lévő összeg kevesebb, mint amennyit kifizetnek nyugdíjba, akkor vajon szerinted miből fizetik a nyugdíjat? Hitelből. Világos ez? Mit gondolsz, miért vannak úgy eladósodva? Ha utána nézel, beírod a Google-ba, meg tudod találni, hogy az országok hogyan vannak eladósodva, hogy mennyi az adósállományuk. És azt látod, hogy az USA van az élen, és akkor jönnek az országok, de akár egy olyan lekérdezés is tudsz csinálni, hogy mennyire, mennyi az egyfőre eső, tehát a lakosság lélekszámára vetített egyfőre eső adósság. Magyarországon ez több millió forint. Nem tudom pontosan most hány millió forint. Ha van egy csecsemőd, arra vonatkozóan is több millió forint. Tehát az adósságállomány, érted? Több millió forint. Amit azt jelenti, hogy az ország tartozik valakiknek. Most mindegy, hogy kiknek ebből a szempontból. Na most, ilyen dolgokkal kellett nekem foglalkozni, amikor nyugdíjpénztár elnök voltam, érted? Ezt úgy hívják, hogy demográfia. És ugye azzal is kellett foglalkozni, mivel ki kellett számolni, hogy mik a kockázati tényezők. Tudni kellett azt is, hogy körülbelül mikorra mennek nyugdíjba az emberek, hányan fognak addig meghalni, stb. 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 Ilyennek kellett foglalkozni. Tehát elég jól értek ezekhez a témákhoz ezáltal, és nekem az nem újdonság, hogy
hogy az országok eladósodtak. Az csak az embereknek újdonság, hogy eladósodtak, mert az emberek azt gondolják, hogy az országok azért adósodtak el, mert elherdálták a pénzt az állami vezetők. De ez nem így van, mert annyi pénzt nem lehet elherdálni, érted? Amennyit nyugdíjra fizetnek. Meg annyit nem lehet elherdálni, mint amennyi a nyugdíj és a befizetett adó és járulék közötti összeg van. Érted? Tehát nem azért, hogy védjen bármelyik államot is, hanem tisztán kell látni. Érted? Tisztán kell látni. Na most ennek következménye teljesen lehetett látni, sőt, ha valaki, mit tudom, olvasta a Gazdag Papa Szegény, Roberto Kiyosakitól a Gazdag Papa Szegény Papa könyvét, a Kiyosaki is egy gazdasági szakember, és ugyanúgy leírja a könyvében, hogy ennek mekkora problematikája lesz a jövőben. Ezt ő a 90-es években írta meg ezt a könyvét, és leírta, hogy ennek milyen komoly gazdasági problémája lesz a bolygón, főleg azok számára, akik bérből és fizetésből élnek. És azok számára, akik nyugdíjasok. Mert ugye én is azt mondom meg, Kiyosaki is azt írta annak idején, hogy mi lesz ennek a problematikája? Az, hogy el fog értéktelenedni a pénz. Tehát úgy, ezt én meg elmondtam, mit tudom én, van, aki 25 éve hallgat engem, elmondtam annak idején azt, hogy az lesz a következménye. Mondok példát. Tehát úgy lehet megoldani ezt a kérdést az államoknak, hogy fogják és eladják, ezt most egy régi előadásomból előszedtem, fogják és azt csinálják, hogy kiadnak állampapírt, kibocsátanak állampapírt az államok. És ezt megveszik az emberek, megveszik vállalkozások, megveszik cégek, sőt, megveszik országok is, képzeld el. Tehát ki van bocsátva? És azt mondják, hogy arra az állampapírra fizetnek ennyi kamatot, ami általában magasabb, mint a banki kamat. Na most, de hozzátenném, hogy az államok java nem gazdálkodik. Érted? Na most, ha egy állam nem gazdálkodik, hogy csinál kamatot? Abból lehet kamatot csinálni, hogyha a gazdálkodásnak van haszna. Az állam nem haszonelven működik. Tehát hogy lehet annak haszna? Logikus, nem? Ha nincs gazdálkodás, akkor nincs haszon. Ha nincs termelés, akkor nincs haszon. Érted ez? Tehát hogy lehet haszon? Hát nagyon egyszerű, hogy majd a jövőbeni vásárlásokból kifizetik a hasznot. De mi van akkor, ha jövőben kevesebben vásárolnak állampapírt, mint amennyit állampapírt ki kell fizetni, meg annak a hasznát? Hát ez eleve bukta. Ez eleve erre kalkulálni. Hát hogy vásárolnának több állampapírt az emberek, ha kevesebben vannak? Sőt, hogy vásárolnának többet az emberek, hogyha kevesebb a pénzük? De hát nem csak az emberek vásárolnak állampapírt, hanem mondtam, hogy országok is, cégek is, stb. Stb. De hát hogyha a cégeknek is rosszabbul megy, akkor hogy fognak többet vásárolni? Ha az államoknak is rosszabbul megy, hogy fognak vásárolni? Tehát
amikor bevezették a nyugdíjrendszert a világban, felosztó kirovó alapon vezették be a világon mindenütt. Tehát az állami nyugdíjak mindenütt felosztó kirovó alapon működnek. Vannak olyan országok, ahol háromlábú a nyugdíjrendszer. Nálunk is be akarták vezetni, de megszüntették. És most már csak kétlábú, de az a két láb az, az olyan, mint mikor az egyik lábad comba le van vágva. Érted? Tehát mit jelent a háromlábú nyugdíjrendszer? Azt jelenti, hogy van egy állami nyugdíjad, van egy munkáltatók által befizetett magán nyugdíjad, amit a magánpénztárak kamatoztatnak, és van egy önkéntes nyugdíjad, ami azt jelenti, hogy ez nyugaton úgy működik, hogy onnantól van magánnyugdíjuk, mióta dolgoznak, és onnantól van önkéntes nyugdíjuk, mióta dolgoznak. De akkor is a nyugdíjnak egyharmada az állami nyugdíj. És mivel az önkéntes nyugdíj nem kötelező, ezért megspórolhatták egyesek az önkéntes megtakarítást. Világos ez? Tehát ez nálunk is elindult 94 év elején, én be is szálltam abba a dologba annak idején rögtön, 94 év közepén, és lényeg az, hogy ugye megszüntették annak a magánnyugdíjpénztári részét, és nem szorgalmazták, nem reklámozták az önkéntes nyugdíjpénztári részét. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt Magyarországon és a szocialista országokban egyaránt mindenütt, a volt szocialista országokban, ott mindenütt igazából egy lábú a nyugdíjrendszer. Ami azt jelenti, hogy állami nyugdíjfinanszírozás. És megtakarításokból származó önkéntes nyugdíjpénztári második láb az, az viszonylag kevés embernek van, és viszonylag kis összeg. Miért kis összeg? Mert nem 40 éven keresztül fizette. Világos, mint nyugaton. És a magán nyugdíjpénztár rész az meg ki lett vonva a forgalomból. De azt sem pótolta volna, mert azt sem tudták az emberek 40 évig fizetni. Mert az egész a 90-es évek végén indult. Tehát nem mindegy, hogy 40 évig gyűlik a pénz és kamatozik kamatos kamattal, vagy csak 10-20-30 évig. Óriási különbség. Na szóval lényeg az, hogy ezt ugye foglalkoztam vele, gyönyörűen átláttam. És átláttam azt is, hogy ennek mekkora problématikája lesz azokban az országokban, ahol állami nyugdíj is van. Tehát régen ez nem volt probléma, mert nem volt állami nyugdíj. Nem volt semmilyen nyugdíj, ami azt jelenti, hogy családok tartották el a szülőket, amikor azok öregek lettek. Oké? De ugye lett egy olyan tendencia, tehát régen a három generáció együtt élt. Oké? És lett egy olyan tendencia, hogy külön élni. Külön, külön, külön. Mindenkinek külön. Miért? Nagyon egyszerű. Mert ha három generáció együtt él, akkor nem kell mindenből három. De ha három generáció külön él, mindenből kell három. Tehát a három generáció különélésénél sokkal nagyobb fogyasztás történik. Világos ez? Ha három generáció együtt él, akkor sokkal kisebb a fogyasztás. És ugye mivel az egész kapitalizmus arról szól, hogy fogyasz, 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 és nagy baj van, ha nincs elég fogyasztás, ezáltal ugye elérték, hogy szétmenjenek a családok, és a gyerekeket ugye a három generációs családok szétmentek, most külön-külön élnek, és ezáltal ugye nincs az, mint régen,
hogy úgy kompenzált az idős, hogy besegített az otthoni munkában. Érted? Tehát például mit tudom én, az idős mama főzött, sütött, főzött, takarított, érted? A fiatal az dolgozhatott nyugodtan, az idős papa az pedig karban tartott, foglalkozott a kerttel, stb. Stb. Foglalkozott az unokával, stb. Stb. Érted? Ez ugye most már nincs. Tehát nincsen, megszűntek ezek. Most ugye külön vannak, ezáltal nem is kell, hogy főzzön, nem is kell, hogy takarítson, a másik meg nem is kell, hogy karban tartson, vigyázzon az unokára. Ezáltal ugye mi történik az idősekkel? Hát az történik, hogy kapják a nyugdíjat, de gondozni ugye nem lehet őket, ugye nem tudják, inkább úgy mondom, nem tudják őket, ezért ugye sokan, mit tudom én, beiratják őket idősek otthonába. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kapnak nyugdíjat, kapnak nyugdíjat. A nyugdíjat, még egyszer mondom, valamiből ki kell fizetni. Például ezt Görögországban úgy csinálták, még a 5-6 évvel ezelőtt, hogy fogták ki és drasztikusan csökkentették a nyugdíjakat. Oké? Okay? Nem hiszed, járj utána, mindegy. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogyha egy ország fölvesz hitelt nyugdíjra mondjuk, mert arra kell fölvenni, fölveszi a nyugdíjra a hitelt, és utána még a hitelt törleszteni is kell, de nincs annyi bevétel, akkor az azt jelenti, hogy a nyugdíjra és a nyugdíj törlesztésére is már föl kell venni hitelt. Ami azt jelenti, hogy a hitelállomány az így elkezd nőni ennek hatására. Exponenciálisan. Nem lineálisan, exponenciálisan. És minél több hitelt és hitelt vesznek föl arra, hogy a nyugdíjt tudják finanszírozni, annál több hitelt és hitelt kell fizetni havi szinten, ami plusz kiadás. Világos ez? És akkor mi történik? Az egész pénzügyi rendszer összedől. Mit mondtam ezt annak idején, hogy fogják megoldani? Tehát kihelyezték az állampapírokba a pénzt. Erre azt mondják az államok, ó, hát meg tudjuk oldani, hogy azt a kamatot kifizessük. Csak annyit kell csinálni, hogy le kell értékelni a pénzt. Hoppá! Ennyit kell csak csinálni. És akkor már ki lehet fizetni a kamatokat, meg az állampapírt. Világos ez? Miért? Mert jóval kisebb értéket kell kifizetni. Értetek ezt? Ezt? El tudjátok, mikor beszéltem? Talán a 90-es években. És most nem ezt éljük véletlenül? Csak úgy kérdezném. Úgy véletlenül. Nem eljött ez az időszak. De nem mondják, hogy le kell értékelni a pénzt? Nem, annál rafkósabbak sokkal. Tudod, mit csinálnak? Azt csinálják, hogy nyilván minél több terméknél, amit lehet, aminél csak lehet, úgy csinálják, hogy ugye elindult az, hogy minél hamarabb váltsanak terméket a gyártók. Tehát ugye rávették a gyártókat, hogy minél rövidebb idő alatt legyen termékváltás. Tehát régen egy terméket gyártottak 15-20 évig. Most egy terméket, hát sok terméket már 1-2 évig gyártanak csak. Például a mobiltelefont gondold végig. És utána már nem gyártják, hanem
tehát kivonják a forgalomból, tehát nem kivonják a forgalomból, hanem egyszer nem gyártják, és helyette hoznak egy új terméket. Oké? És ugye ez azt jelenti, hogy minél rövidebb időre szűkítették az új termék kiadását és a réginek a leállítását. Ezt tudod miért jó? Mert nem számít bele az inflációba. Mert egy új termék, az új termék. Az inflációba az számít bele, hogyha egy adott terméknek az ára emelkedik. De az a termék megszűnik, és helyette egy másik hasonló termék jön ki, az már nem számít bele az inflációba. Világos ez? Ezáltal a statisztikákban lehet sokkal alacsonyabb inflációt mutatni. De hát a statisztikák csak számok, azon bárki, aki már csinált statisztikát, azon lehet szépíteni. Simán. Simán. Ami azt jelenti, hogy úgy szépítik a statisztikákat az emberek, ahogy akarják. Tehát emlékezz, hát még erre vonatkozóan Hofi vicc is volt. A mennyit fial a disznó, tudod? Emlékszel rá? Na, hát most ugyanez van, hogy most az infláció van ugyanígy, érted? Ugyanígy. Szóval a lényeg az, hogy de hát most gondold végig, 9, hogy is vagyunk, 17-ben már láttam, hogy már be kellett volna dőlni, 17 szeptembertől, be kellett volna dőlni a gazdaságnak. Mesterségesen fenntartották, hogy ne dőljön be a gazdaság, és kitalálták azt, hogy hogyan lehet, baromi okosan kitalálták, hogyan lehet azt megcsinálni, hogy a port ne verjék el a vezetőkön a lakosság. Baromi jó kitalálták. Bevezettek egy vírust. Érted? És így most mindent rá lehet fogni a vírusra. Most senki nem hibás, az a fránya vírus a hibás. Érted? Sőt, lehet mondani, hogy a vezetők azok a megmentői a lakosságnak. Mert hát ők megmentők. És megmentői szerepbe tudnak tetszelegni. Baromi okosan kitalálták. Erre azért annak idején nem gondoltam, hogy így fogják áthidalni ezt a problematikát. Ennek hatására ugye mi történik? Az embereknek tele lett a gatyája. Ha nem pénzzel, mert nem a zsebük lett tele, hanem itt hátul, a hátsójuknál lett tele a gatyája. És az azt jelenti, hogy ha az embernek tele van a gatyája, még egyszer mondom, nem pénze, akkor mit csinál? Hát az félés. Fél. Félelem szintjére süllyedtek az emberek. És ezt tanuljuk, tudjuk, akik itt tanulják, hogy egy félelemben lévő ember nem megy lázadozni, nem megy tüntetni, hanem otthon cidrizik. Érted? És azt is tanuljuk, hogy egy félelemben lévő ember milyen könnyen manipulálható. Arra, amire akarják, hallottam egy reklám szakembertől, hogy 2 hét alatt át lehet formálni az emberek gondolkodását. 2 hét alatt a médián keresztül. Tehát a tömegek gondolkodását át lehet formálni. 2 hét alatt. Nem 90 nap alatt, 2 hét alatt. Most gondold végig, kiknek, ugye ezt is tanuljuk, hogy kiknek lehet átformálni a gondolkodását.
Hát a rossz állapotú embereknek, a félelemben lévő embereknek. Hát most a társadalom nagy része azt félelemben van. Fél. Ami azt jelenti, hogy azt csinálnak velük, amit akarnak gyakorlatilag. Szó szerint, értsd. Szó szerint. Tehát eljutottunk oda, hogy egy olyan világban élünk, ahol lett egy óriási probléma, nem a vírus a probléma, az nem probléma, tudod mi a probléma? A gazdasági helyzet, ez a probléma. És ha te még nem látod át ennek a következményét a gazdasági helyzetnek, az tudod mi? Akkor elmondom, jó? A gazdasági helyzetnek a következménye az életszínvonalad csökkenése. Amilyen mértékű gazdasági visszaesés van, olyan mértékű gazdaság, tehát hogyha az zuhan, akkor neked is az életszínvonalad zuhanni fog, csak nem abban az időszakban. Miért? Mert sok embernek még van tartaléka, meg még ugye az emberek még ugye valamilyen szinten tudnak kompenzálni dolgokat, érted? De az azt jelenti, hogy előbb-utóbb, nem hosszú idő után eljutnak oda, hogy elkezd nagy mértékben esni, nem azt mondom, hogy zuhanni, esni az emberek életszínvonala. És nem csak Magyarországon, hanem az összes második világháborút érintett országról beszélek. Oké? Okay? Tehát ugye Európán és Észak-Amerikán kívül Japán. Jó? Tehát Japán. A többit nem igazán érinti ez a kérdés. Mert nem volt népességrobbanás nemzedéke. A Kínát majd ezután fogja érinteni, mert ők náluk a népességrobbanás nemzedéke az később volt, az a sok gyerekszületés. És utána jött a népességkorlátozás, hú, nekik is lesz a gondjuk, csak nem most. Szóval a lényeg az, hogy ez azt jelenti, ugye amit Kiyosaki is írt annó annak idején ebbe a könyvébe, hogy ha valaki bérből és fizetésből él, vagy állami nyugdíjba, hát az nagy bajba lesz. Az nagy bajba lesz. De ez a nagy baj, ez kopogtat az ajtón. Érted? Mondok példát. Vettem egy terméket, vettem volna egy terméket, meg is rendeltem, de nem azt hozták ki, hanem azt a helyettesítő termékét. Helyettesítő termék. Hát én azt gondoltam, hogy a helyettesítő termék, hát az jó, egy kicsivel drágább, hát de ugyanazt tudja. Tudod, mi lett a helyettesítő termék? Heted arányban felhigított. Kicsit drágább, de heted arányban felhigított. Ami azt jelenti, hogy ugyanazt a terméket adták el drágábban, vagyis nem ugyanazt a terméket, tehát azt a terméket megszüntették, nem lehet kapni sehol, érted? Az utódját az gyakorlatilag 7-szer annyiért veszed meg. Miért? Mert heted higításban van. Érted? Heted higítás. Tehát ami azt jelenti, hogy 700%-os áremelést csináltak annál a terméknél. 700%-os áremelést. Az azért ez brutál, nem? Megnéztem egy tavalyi statisztikai adatot, a legolcsóbb autó, a Dacia, mit tudom én melyik középkategória, alsó középkategóriás típusa volt. 1.990.000 forintért lehetett kapni tavaly. És megszüntették az autót, most 5.040.000 az utódja. Érted?
Hát az akárhogy nézem, több mint kétszerese, sőt több mint két és félszerese. Érted? Az utód. Durva, nem? Szóval ezért mondom, hogy az embereknek, mondom, még egy darabig nyilván van, akik már nem tudnak annyit vásárolni, és ezt érzik. De akinek van tartaléka, az még egy darabig tud. Mi a jó Isten ez? Ez hihetetlen. Hát le kell a Skype-ot lőnöm. Elmebeteg ez az ember, komolyan mondom. Hogy ilyenkor hív. Pedig tudja, hogy képzést tartok. Hol a Skype-om? Behúztam. Na most hívja? Ha tudsz, ezt is lehúzom. Oké. Okay. Jó. Na szóval. Gondoljátok végig. És az emberek, azok úgy általában hogy működnek? Hát rövid távon gondolkodnak. Az a rövid táv a hónap végéig. Meddig? A következő fizetésig. Tehát gondold végig, ez hogy működött régebben? Ez úgy működött régebben, hogy például itt Magyarországon az emberek 85%-a az háború előtt, a második világháború előtt, az a mai értelembe vett vállalkozó volt. Az azt jelenti, hogy vagy saját boltja volt, vagy saját földje volt, vagy saját állatai voltak, vagy saját ilyen szolgáltatása volt, mit tudom, például a nagyapám cipész volt. És gondold végig, 15% volt, most gyerekek nyilván nincsenek benne a statisztikában, hanem a felnőtt lakosság, 15%-a volt alkalmazott. És az azt jelenti, hogy aki vállalkozó volt, az hogy dolgozott? Nem feltétlenül úgy dolgozott, például gondold végig, hát mire felnő egy állat és abból pénz van, az hány hónap? Sőt, sok esetben év. Ha a földön terméket termel valamilyen növényt, érted? Hát az sem hónap végére már pénzt hoz. De ha valakinek boltja volt, gondold végig, mennyi mindent kellett vásárolni ahhoz, hogy azt megvegyék, és azt se vették meg a hónap végére az összeset. Vagy ugye úgy működött, hogy volt, hogy többen vették igénybe azt a szolgáltatást, volt, hogy kevesebben, ezért a bevétele is változott. És ugye a 20-as évek után, a múlt század, 20-100 évvel ezelőtt, ugye elindult az, hogy menjenek tömegesen az emberek dolgozni alkalmazotti viszonyba. Ezáltal ott hagyták az ilyenfajta munkalétet, tehát az ilyenfajtát. És ugye szépen bejött az, hogy először naponta kaptak bért, utána hetente kaptak bért, most meg már havonta kapnak bért. És az, ugye bejött az a gondolkodás, hogy ma dolgozok, és nem kell messzire terveznem, mert a fizetésig kell csak terveznem, mert fizetéskor megveszem azt, amit tervezek. Érted? Tehát ez mit ért el az embereknél? Hogy kinevelődtek, sőt ugye generációk már bele se születtek az ilyenfajta gondolkodásba, kinevelődött belőlük az előrelátás. Kinevelődött az, hogy ma dolgozok, és majd ekkor és ekkor lesz belőle pénz. De nem a hónap végén. De ez nem csak ezt jelenti, hogy majd később lesz pénz, hanem azt jelenti, hogy annak régen úgy kellett terveznie, hogy hónapokra, évekre előre. Érted? Például egy állattartónak, mire egy újszülött kis bika főnőtt és eladta, az nem fél év volt. Érted? Szóval lényeg az, hogy előre kellett tervezni
gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte éveket. Ha valaki meg még nagyobb vállalkozást csinált, akkor meg aztán tényleg éveket kellett előre tervezni. És az emberek hozzászoktak erről az egyik hónapról a másikra élés. Tartalékot azért csináltak a legtöbb ember manapság, nem azért, hogy valamire, valamit vegyen, vagy valamilyen célból tartalékol, hát az a biztonsági tartalék. Ha valami van, akkor legyen mihez nyúlni. Tehát az emberek nem gondolkodnak hosszú távon, hanem teljesen, mondom, csak egy hónapos, max. Egy hónapos távlatban gondolkodnak. És ennek az lett a következménye, ugye, hogy ebből annyira, tehát ebből a fajta gondolkodásból annyira kinevelődtek, hogy nem is tudnak hosszú távon gondolkodni. Na most ezáltal, ha az ember nem tud hosszú távon gondolkodni, akkor nem lát előre folyamatokat, érted? Tehát akkor nem látja azt, hogy nem csak az ő életében, hanem mondjuk az ország életében, vagy mondjuk annak a földrész életében, ahol él, mi lesz a jövőben a fejlődés vagy visszafejlődés, érted? Mert ha a saját céljaival nem foglalkozik hosszú távon, nincsenek saját céljai, akkor miért foglalkozna azzal, hogy mi lesz 2 év múlva, vagy 3 év múlva, vagy 15 év múlva a világban? Nem tudom, világos-e, amit beszélek. Hát ez onnan indul ki, hogyha egy ember azzal foglalkozik, hogy mi lesz egy hónapon belül, akkor a világhelyzetben is azzal foglalkozik, hogy mi lesz egy hónapon belül. És nem is érdekli, hogy mi lesz 5-10-15 év múlva, érted? De azzal sem, hogy mi lesz 1 év múlva, mert a saját életében sincs 1 éves cél. Érted? És emiatt az emberek beleestek egy olyan csapdába, hogy azt hiszik, hogy van tartalékuk. Aha, és akkor megkérdezném. Igen, de meddig? Ugye lehet, hogy egy kicsit későn kezdtem el tanítani, 2017-től, hogy legyen 3 éves tartalékod. 3 éves. A 3 éves tartalék azt jelenti, hogy annyi tartalék, amennyit keresel havonta. Tehát magyarul 36 havi tartalékod legyen. 36 havi keresetednek a tartaléka. Ha ketten vagytok, ketten dolgoztok, akkor mind a kettőnek 36 havi tartaléka. Érted? És akkor ugye nem tudom, mennyit tettetek ezért. Nem tudom, ki mennyit tett ezért, de majd meglátjuk, hogy érdemes volt-e tenni. Jó? Én meg azt mondom előre, hogy aki tett, annak biztos, hogy érdemes volt tenni, aki meg nem, az meg ráfarag. Ha csak, ugye, mint Kiyosaki is mondta, nem hozol létre egy pénzkeresési, egy másik pénzkeresési forrást. Mert ugye én nekem ezt tanították, nem Kiyosaki, még Kiyosaki előtt tanultam azt, hogy nem az a megoldás, hogyha romlik a gazdasági helyzeted, hogy spórolj, hanem az a megoldás, hogy termelj több pénzt, teremts több pénzt. Érted? Na most, de úgy van vele az ember, hogyha pénzteremtésről van szó, akkor a legtöbb ember úgy gondolkodik, hogyha 20%-kal több pénzre van szükségem, akkor 20%-kal többet kell dolgozni. De ez megint alkalmazotti gondolkodás.
Mert az embernek mindig azon kell gondolkodnia, de mindig. Főleg egy olyan világban, ahol nehezülnek a helyzetek, mindig olyanba kell gondolkodni, hogy hogy lehet kevesebb munkával több pénzt keresni tisztességes úton. Érted? Na most egy átlag ember számára én ugye vállalkozásokkal foglalkozok, cégem volt, nem is kis cég, piacvezető, stb. Stb. Amit el tudunk képzelni, minden volt itt az elmúlt 37 évben, és azóta csak egyetlen egy dolgot tudok, ami egy átlag ember számára tisztességes úton megvalósítható, és biztosan. Tehát biztosan. Ezt pedig úgy hívják, hogy hálózatépítés. Oké. Mert a hálózatépítésben azok után, azoknak a munkája után is tudsz pénzt keresni, akik hálózatépítőként működnek a csapatodban. Tehát nem csak te vagy hálózatépítő, hanem azok is, akik a csapatodban vannak. És azután is tudsz részesedni. Tehát én próbáltam mást találni a világban, de egy átlagember számára nem találtam semmi mást. Érted? Na most, de azon belül egyáltalán nem mindegy, hogy mivel foglalkozik az ember. Tehát milyen szolgáltatással, vagy milyen termékértékesítéssel foglalkoznak ott abban a hálózatépítő kereteken belül. Egyáltalán nem minden. Tehát olyan kell, amire az embereknek szükségük van, tehát tényleg szükségük van, és etikusan csak, nem csak látszatra van szükségük, azt utána kiderül, hogy az az egész egy nagy kaka, oké? Okay? Hanem tényleg szükségük van. És akkor azóta képzeljétek el, jött az aranykor kérdés. Hoppá, bocsánat. Vissza. Tehát jött az aranykor kérdés. És az azt jelenti, hogy én azt látom, hogy ha itt ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor te csinálhatsz akármit, meg én is. Csinálhatunk akármit. Minden megy a levesbe, érted? Egy biztos. A haláloddal semmilyen vagyon nem viszel magaddal. A haláloddal egyetlen egy dolgot vihetsz magaddal, akármilyen hihetetlen, az pedig a tudásod. Az azt jelenti, hogy amennyi tudást szereztél ebben az életedben, az hozzáadódik az előző életednek a tudásaihoz. És amikor visszatérsz a fenti létformába, akkor az összes életednek a tudását visszakapod. Érted? Ami azt jelenti, hogy egyetlen dolgot tudsz magaddal vinni a haláloddal, a tudásodat, semmi mást. De nem kell tanulnod, maradj hülye, semmi gond, érted? Az a legjobb, mert a hülye nem lát át semmit, érted? És mondhatni azt, hogy boldogok a hülyék, szó szerint. És a kérdés az, hogy meddig? Ez a kérdés. Oké? Okay? Meddig? Mert nem az lesz a probléma, hogy nem lesznek termék. Jó, megyünk afelé, hogy úgy fog működni, mint a szocializmusban, hogy idő lesz, mire megkapsz egy terméket, nem egy élelmiszerről van szó. És akkor az élelmiszerek nagy része is majd szezonális lesz, mint akkor volt. Nekünk ez nem furcsa, én ebbe éltem, tehát semmi gondom nincs ezzel. Majd azoknak lesz furcsa, akik nem ebbe születtek bele. Tehát
miért megyünk e felé? Mert nem fognak raktára termelni semmit, érted? Semmit. De az élelmiszert sem fogják raktára termelni, mert nem fogja megérni, érted? Magyarországon az ilyen hűtőházakat, tudod mikor kezdték el bevezetni? A 80-as években, ahol ugye tartották a termékeket azon a hőfokon sokáig, ameddig kellett, előtte nem volt. Szóval lényeg az, hogy gondolkoz. Tehát egy olyan világban megyünk, ahol a pénzed, ha nem növekszik annyival, mint amennyire az árak, akkor te nagy bajba leszel. Érted? És a fizetésed, tehát amikor infláció volt bárhol a világban, a bérből és fizetésből és nyugdíjból élőknek a jövedelme sosem növekedett olyan mértékben, mint a pénzromlás. Tehát soha, sehol. Érted? Soha, sehol. Tehát, de te tudom, hogy optimista vagy, és arra gondolsz, hogy majd a te fizetésed, vagy a te nyugdíjad az fog emelkedni annyival, vagy a te segélyed, ha segélyből lesz, fog emelkedni annyival, mint az áremelkedés. Csak ez nem optimizmus, hanem ez hülyeség, érted? Tehát itt van egy olyan lehetőségünk, ahol tudást adunk az embereknek ezekre a területekre, mutatom. Itt van 10 terület. Ha ezen a területen kapsz tudást és lehetőséget arra, hogy gyakorolj, akkor fogsz tudni boldogulni. Amiben, ahogy csináljuk, amit nyújtunk az embereknek, az ma bolygó szinten teljesen egyedülálló. Te teljesen egyedülálló. De te nyugodtan csinálj olyan dolgokat a világban, ahol sok ezren, vagy sok tízezren, vagy sok százezren csinálják. Csinálj nyugodtan. De hogy abból nem fogsz tudni annyi pénzt teremteni, amennyi neked elég lesz a jövőben, az olyan biztos, mint hogy erről én most beszélek. Mert ez úgy működik, hogy minél többen csinálják, annál kisebb üzlet. Világos ez? És ezt pedig csak mi csináljuk PPH-sak. Oké? Ami azt jelenti, hogy a tanulók szervezhetnek, csak kizárólag a tanulók szervezhetnek tanulókat. Nem kötelező, ez egy lehetőség. És minden tanuló szervezéséből jutalékot kap, méghozzá 32%-tól 75%-ig terjedő összegben. A tandíj 32-től 75%-áig terjedő összegben. És a csoportod után, akik a csoportodban szerveznek, tehát a tanulók, a csoportodban lévő tanulók szerveznek tanulókat, azután is tudsz részesedni 3%-tól 42%-ig terjedő összegben. Oké? Ez attól függ, ez attól ig, hogy milyen hatékony vagy. Tehát az azt jelenti, mennyire, mennyi időt szánsz rá a szervezésre, és mennyire használod a módszereket. Vagy csinálod tovább az ostoba szervezést, érted? Mert lehet ostobán is szervezni. Meg lehet okosan is szervezni. Szóval lényeg az, hogy ha a jövőben nem lesz elég a pénzed, akkor akarsz majd nekiállni pénzt keresni? Tehát az emberek, ha tele vannak problémával,
akkor már ritkán kreatívak. Hát van egy ilyen mondás, hogy a kutat addig kell kiásni, amíg nem vagy szomjas. Érted? Nem akkor kell kezdeni a kutásásnak, mikor már az ember majd szomjan hal. Mert akkor az már nem fog működni. Itt van egy lehetőség, hogy megváltoztasd az életed, és olyan életet élhess, amilyet szerettél volna. Független attól, hogy mi van a világban, érted? Mert ez úgy működik, hogy minél nagyobb baj van a világban, annál többen fordulnak a szellemi fejlődés irányába. Ennyi. És ha ezt te nem látod át, akkor nagyon rövidlátó vagy. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a képzést. Ha ezek után sem gondolkoznak el az emberek, akkor nincs olyan dolog, amin el tudnak gondolkozni. Én az életem legjobb döntésének tartom azt, hogy elkezdtem itt a képzést, és azóta is itt tanulok, ennek most már több mint 5 éve. Azt tudom javasolni neked, ha már találkoztál a PPH-val bármilyen formában, azok jelek, biztos vagyok benne, hogy nincsenek véletlenek, és akkor itt a helyed. Mi már megtapasztaltuk, hogy Szedlacsik Miklós amit tanít, amit tanácsot ad, az mindig betű szerint úgy történik, tiszta, hiteles forrásból kapja az információkat, és a szakértelme, ami nagyon sokat nyolad van. Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a Földön, mert nekünk kell létrehozni, megcsinálni. Ehhez fejlődni kell, a lelkünknek kell bizonyos szintre felfejlődni. Ehhez itt megvan minden tudás, az alkalmazási technikák, a személyes segítség és az összefogás is. Egy sokkal jobb élet lehetősége, egy nagyon minimális összegért, ami egy hónapra 30 óra tudásért 9800 forint, 330 forint óránként, azt hiszem, hogy ezért sehol semmit nem lehet kapni. Az első hónap ettől eltér 19700 forint, amit máshol egy óra tanácsadásért elkérnek. Következő problémánál következő összegek. Itt egy olyan szintű tudást kapunk ezért, és segítséget, amivel valóban meg lehet oldani akár a gondjainkat, problémáinkat, akár az élethelyzeteink elakadásait. Akik itt tanulnak, azok képessé válnak ezt a tudást alkalmazni az életükben. És mások tanítása még a mi feladatunk. Hát én is szeretném megköszönni Szedlacsik Miklósnak ezt az előadást. Hát nagyon elgondolkodtató volt szintén, ugye, hogy csak magamra visszatérve, hát én is még mindig a alkalmazotti létformában vagyok, de nagyon ki kéne lépnem. És akik most hallgattok, az 4 tanácsot szeretnék mondani. Aki az életedbe jön, az a megfelelő ember. Tehát senki sem kerül véletlenül az életünkbe. Körülöttünk levő emberek, akikkel találkozok, okkal vannak mindig ott. És én ezt csak a PPH csapatán belül, Szedlacsik Miklós vezetőnket csak ajánlani tudom. Nem véletlenül hallgattad most, ha hallgattál minket. Második olyan, hogy ami velük történik, annak pontosan meg kell történnie. Tehát tulajdonképpen itt is semmi nincs véletlenül. Így kellett lenni, erre szükséged van, és tanulj ebből a leckéből, hogy tovább léphessünk. Harmadik. Bármikor elkezded, az a megfelelő idő. Mindig a legjobb időben kezdődik el minden, nem előtte, nem utána. És a legjobb idő mindig a most. Hát most gyere közénk, itt a helyed. Negyedik, ha valami véget ér, akkor véget ért. Ugye, ha valami véget ér, akkor az nem véletlenül volt életedben, el kell köszönni tőle, és el kell engedni, és le kell vonni belőle a megfelelő tapasztalatokat. Hát most... szünetet tartunk, szünet után coach képzésünk
lesz, személyiségfejlesztő kócsképzésünk lesz, mert szeretettel várunk, ha szeretnél részt venni, és olyan lehetőséged van, hogy meg tud nézni itt a helyed. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örültünk, hogy részt vettél, megtisztelnél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik, 50-kor kezdünk.